Sásdikál település helye vitatott lehet. A videóban szereplő rom a Sásdi rét egy kiemelkedésén fekszik, Sóstókál és Kerekikál falvak helyéhez viszonylag közel, a kettő között. Amennyiben Sóstókál akkor kapta ezt a nevet, amikor ez a falu keletkezett, akkor el kell fogadnunk, hogy Sásdikál helyén vagyunk. Ebben az esetben, ahogy azt Sóstókál történeténél is említettem, a Köveskáról kivonuló nemesek Alsókárra vonultak ki, ezt a templomot építették fel, és később ez a falu lett a vitatott Sásdikál. Jukkál első említése 1341, Sásdikál első említése 1389, viszont Sóstókál első említése is 1389, tehát két különálló faluról beszélhetünk ebben az időben. A kálvölgyi falvak története többnyire azonos, külön Sásdikáról igen kevés információval rendelkezünk, viszont a Kálvölgyéről igen sok információnk van, és kétséget kizáróan benne foglaltatik Sásdikál is. Annak ellenére, hogy a Kálvölgyben egyre nagyobb birtokok kerültek a veszprémi püspökség és a káptalan tulajdonába, jelentős volt még a királyi és királynői birtokok, sőt a más nemzetségek birtokában lévő földek száma is. Az 1296. évben az Atyusz nemzetség, melynek a közeli Hegyesdvára volt nemzetségi központjuk, több kálvölgyi birtokát eladta. Az Atyusz nemzetségbeli Csaba és fivére, bándmester 1296-ban a Sásdikál, Kerekikál és Töttöskál között lévő 50 jugerumnyi szentvitkáli ősi birtokukból 20 jugerumnyi földet és két szőlőt eladtak rokonuknak, Monoszlói Gergely mesternek. Ebben az adásvételi szerződésben említették először Kerekikál falut, amely a Kereki domb északkeleti tövében feküdt. A 13.-14. század fordulóján újra elszabadultak a feudális anarchia erői az országban és a Kálvölgyében is. A veszprémi püspök azzal vádolta be 1300-ban 3. Endre királynál Jüle ispán fiát, Demeter mestert, hogy ő és fegyveresei pusztították el a püspökség birtokaihoz tartozó Kál falut, valamint Berend, Fajsz, Vámos és Deáki falukat. Demeter mester elismerte a vádat egy kivétellel. Azt állította és állítását Csaba, Csobánc várának várnagya is igazolta, hogy Kál falut Tihany várának várnagya, Tapolcai Lőrinc fia, Lőrinc dúlta fel fegyveres szolgáival. A zavargások során számos püspöki alattvaló fordult szembe földesurával, a veszprémi püspökkel. Egy 1304. január 12-én lezajlott per szerint a kalbeli Gurke fia Kálmán és Péter fia István megjelentek a veszprémi püspök és káptalan képviselője János mester előtt. Miután János mester tudtukra adta, hogy a veszprémi püspök megbocsátotta nekik az ellene tett sértéseiket, és visszafogadta őket kegyeibe, a két vádlott eskü alatt kijelentette, hogyha bármelyikük is valaha szembeszegül újra a püspökkel, vagy annak megbizottjával, illetve ha újra lázadást vagy zavart szít a püspök jobbágyai között, úgy minden újabb perbehívás nélkül, minden bírói eljárás mellőzésével vesse el vagyonát, amely szálljon a püspökre. A zavargásokat, mint ahogy Fajsznál is említve volt, maga a királyi hatalom is igyekezett kihasználni, és 1320 körül első Károly Róbert király megkísérelte, hogy a sok esetben jogtalanul lefoglalt, vagy a tékozló királyi kegy által elherdált királyi és királynői birtokokat visszavegye. Egyidejűleg a Kálvölgy királyi és királynői udvarnokait és szabad jobbágyait a Fejér megyei Csókakő várának várnagyára, Péter fia Tamás mesterre bízta. 1324. május 8-án Lampert mester országbíró és Csanádi ispán bírói széke előtt idézte a zendülő mindszent káliakat. A veszprémi káptalan nevében István bányai plébános és veszprémi kanonok képviselte a vádat. A pert a veszprémi káptalan és püspökség nyerte. Feltehetően ekkor történt, hogy a köveskári nemesek egy része,
13 család, akik ősi nemeseknek tartották magukat, és miután a püspökség ezt nem ismerte el, elvonultak a faluból. Külön helyen telepedtek le, templomot építettek, és falajukat Ukkálnak vagy Jukkálnak nevezték el. A falu a hajdani Sázsdi nevű, a 13. század második felében még lakatlan királyi udvarnokföld volt. A település Köveskáltól nyugatra épült fel, a mai Sázsdi rét északi szélén, tehát nem lehet azonos Sóstókállal. 1339 esztendőben első Károly Róbert király oklevéllel igazolta, hogy az alább felsorolt Szent Benedek káliak emberemlékezetet meghaladó idők óta nemesek, és az említett birtokon lévő birtok részeiket a valódi nemesek jogán birtokolják. Sebestyén fia Miklós, Simon fia Péter, Sandur fia Salamon, Tama fia Mátyás és Domokos fia Miklós, továbbá a Kerekikál faluba való Tamás, Benedek fia Csépán, Jakab fia Miklós, Péter fia Lőrinc, Árpa fia Mátyás, Benk fia Mikola és a felsoroltaknak valamennyi Szent Benedek káli, Kereki káli és Töttős káli rokonai. A királyi hatalom, a veszprémi püspökség és káptalan egyre erőszakosabb birtokszerző politikája miatt igyekezett megválni kálvölgyi birtokaitól. A 14. század középső évtizedeiben Rátóti János Sázsdi káli birtokát egy malommal az Egregyi Vizén és egy Köveskáli jobbágy telkével együtt elcserélte az Almádi apátsággal egy keszi faluban lévő birtokáért. 1341. áprilisában a kálvölgy még királyi kézzel lévő birtoka is a veszprémi egyházra szálltak, kivéve az igazolt nemesek birtokait. 1341. április 22-én Péter fia Tamás mester királyi biztos, Péter mester éneklő kanonok a fehérvári káptalan részéről, valamint a veszprémi Meskó püspök és számos veszprémi kanonok megjelent a kálvölgyében. A bizottság meghallgatta a nemeseket, majd április 24-én Tátika várába mentek, hogy megtekintsék a várat, majd körülhatárolták annak birtokait. Távozásukkor meghagyták, hogy mire visszatérnek, a magukat nemeseknek vallók szerezzék be azt igazoló okmányaikat. A bizottság 1341. április 28-án tért vissza kálvölgyébe, ahol megkezdték a nemesek igazoltatását. Több kálvölgyi falu mellett a jukkáli 13 nemesi családot is igazoltatták, akik a közelmúltban települtek ide Köveskáról, és valamennyien ősi nemeseknek tartották magukat. A birtokcsere ügye 1342. szeptember 18-án zárult le. Ezen a napon első Lajos király utasította Szécsi Péter fia Ivánkát, hogy a Tátika váráért már elcserélt kálvölgyi birtokait adja át a veszprémi püspökségnek. 1389. májusában Demeter, veszprémi püspök a szomszédos Rátott nemzetséggel pereskedett egy sziget nevű földért, melyről a Rátott nemzetségbeli Gyula azt állította, hogy az Sázsdi káli birtokának része. Ugyanakkor a püspök azt vallotta, hogy az a föld az ő Töttős káli birtokához tartozik. A fogadott bírák a vitás földet megfelezték, a keleti részt Gyula, a nyugatit pedig a püspök részének jelentették ki. A pert 1389. május 3-án a Kal faluban tartózkodó Lackfi István nádor is szentesítette. A települést Sóstókál, Töttőskál, Szentvitkál és Kerekikál faluval együtt a törökök 1548-ban porig égették.